Tolna megyei és Szekszárd város stratégiai tervei között kiemelten szerepel a vendéglátó és turizmus ágazati fejlesztés. Azt gondolom, hogy ha csak a borturizmusra vagy a fesztiválturizmus fejlesztésére gondolok, akkor mindenki érti, hogy miről beszélek, de gondolhatok itt az új szálláshelyek, szállodák kialakításának igényére, vagy a gyalogos és kerékpáros, vagy víziturizmus fejlesztésére, illetve az ezekhez kapcsolódó infrastruktúrális fejlesztésekre. Ez a fejlesztési irány egyértelműen megkívánja azt, hogy jól képzett munkaerőt bocsássanak ki az iskolák, illetve a szakképző iskolák, és ebben kiemelt szerepe van a Szekszárdi Szakképzési Centrumnak. Azt gondolom, a szakképzés 4.0 stratégia egyik kiemelt prioritásának mi nagyon nagyban megfelelünk, hiszen keresletvezérelt képzés oldalról közelítjük meg a dolgokat. Olyan képzéseket indítunk, amire nagyon nagy igénye van a munkaerőpiacnak. Csapó Gábor, a Szekszárdi Szakképzési Centrum főigazgatója szerint Szekszárdon is egyre nagyobb az igény a magas színvonalon képzett turisztikai munkásokra. Fontosnak tartja, hogy a szekszárdi tanulók helyben kapjanak munkát. Az átalakulás tehát egy komoly munkaerő megtartási stratégiát is tartalmaz. Akkor, amikor mi újra gondoltuk a Szekszárdi Szakképzési Centrum iskoláinak szerkezetét, akkor ilyen módon a vendéglátó iskola megerősödve a turizmus vendéglátás egyik bázisává vált, én úgy gondolom. Szeptembertől kezdve már a megújult új szakképzési rendben fognak indulni az osztályok ebben az iskolában. Két nagyon fontos iskolatípusunk van, egyrésztről a szakképzőiskola, ami 3 éves képzés. Ebben a képzéstípusban 3 szakmát ajánl fel az iskola. Az egyik legfontosabb és legnagyobb előnye, hogy az innen kikerülő tanulóknak biztos munkahelyük lesz. Tehát, hogy Szekszárdon és környékén el fognak tudni helyezkedni, azt én garantálni tudom. Ez a komplex iskolatípus nem csak érettségit ad az iskola elvégzése után, hanem szakmát is. A munkáltatók egyik komoly igénye volt, hogy a tanulók biztos nyelvtudással rendelkezzenek. Ennek érdekében komoly módszertani fejlesztések lesznek majd az oktatásban, és egyéb eszközökkel is ösztönzik a diákokat a jó tanulmányi eredmények elérésére. Minden szakképzésben résztvevő tanuló többletjuttatást fog kapni ösztöndíj formájában szeptember 1-től, úgy a szakképzőiskolások, mint a technikumban végzettek. Ez a technikumban 8000 forinttól indul, de később, amikor a vállalkozóknál, cégeknél dolgozik, vagy tanul a tanuló, végzi a gyakorlatát a tanuló, akkor ez korrekt munkabérré fog alakulni, és hát nem titok, hogy a sikeres vizsgaletételét követően technikum befejeztével egy igen magas összegű 150-300 ezer forintos egyszeri juttatást is kap, mint egy kvázi sikerdíjat az, aki elvégzi ezeket a képzéseket. Én azt gondolom, a cégek szempontjából egy nagyon fontos új dolog, hogy olyan készségekkel és kompetenciákkal fognak kikerülni az innen kikerülő tanulók, ami a céges igényeket kiszolgálja, hiszen náluk tanulják a korszerű ismereteket, náluk sajátítják el a kezükön keresztül a tudást. Egy nagyon komoly gyakorlatorientált, megújult képzéstípusról van szó. Azt el tudom mondani, hogy gyakorlatilag a technikum nagyon sikeres beiskolázást hozott a centrum minden tagintézményében, de most nyílik meg az a lehetőség, hogy azok, akik érettségiztek és nem találják még a helyüket, nem sikerült az egyetemi felvételük, azok is be tudnak kapcsolódni a mi képzéseinkbe, hiszen nem csak a vendéglátóiskolában, hanem bármely iskolában föl tudjuk ajánlani a 2 éves technikumi képzéseinket. A vendéglátóiskola 2 éves tanrendben kínált technikumi képzései a cukrász, szakács, vendégtéri és turisztikai szaktechnikus. Ezeket a szakmákat felnőttként munkahely mellett is elsajátíthatja az ember. Nem csak a frissen érettségizetteket várjuk, hanem azokat is várjuk, akik munka mellett szeretnének tanulni. Mondtuk korábban, hogy felnőtt oktatás, ma úgy mondjuk, hogy felnőttek képzése. Ez egy nagyon nagyban, alapjaiban megújult képzésfajta lesz, amiben már most gondolkozhat mindenki, hogy miért érdemes hozzánk beiratkozni. Hiszen mindenkiben van valami kis vendéglátós alap.
Úgy kezdődik a képzés, hogy egy előzetes tudásmérést fog az iskola minden tanulónál csinálni, és azokat az ismereteket, amiket tud, azt minek tanítsuk meg újra, nem fogjuk. Emiatt a képzés ideje lerövidül, és azt gondolom, hogy emiatt sokkal többen fognak tudni nálunk végezni. Arról is nagyon nagy örömmel számolok be, hogy visszatérve a hagyományokhoz, illetve a megújulást szimbolizálva, az iskola oktatói testülete úgy döntött, hogy fölveszi a nevét, illetve újra fölveszi a nevét, és Hunyadi Mátyás vendéglátó és turisztikai technikum és szakképzőiskola néven fog működni már a következő tanévtől kezdve, úgyhogy nem olyan nagyon sokára táblát cserélünk az iskolán. A 2020-21-es tanévet tehát már a nevében megújult iskola megújuló rendszerében kezdhetik el a diákok.